Ismét traktorokkal, tehát meglevélen az új helyimre tér. Így gyülekeztek ugyanis azok a járművek, amik részt vettek a település immár 14. veterán traktor találkozóján. A gyülekező alatt a Moson-Szentmiklósi fúvós zenekar zenélt, közben már a legkisebbek az utánfutókon játszottak, majd megkezdődött a hivatalos megnyitó is, ahol elsőként Kis Béla, a település polgármestere, majd Pető Péter köszöntötte a vendégeket. Már csak, hogy bekanyarodtam a főutcára, megmutattam mindazt ez a rendezvény, ami miatt a levéliek méltán büszkék a veterán traktoros találkozóra és családi napra, és amelyre én magam is büszkén vallom, hogy a mai napra ez lett a Vármegye legszínesebb és legsokoldalúbb rendezvénye. A hivatalos megnyitót követően aztán felsorakoztak a traktorok is, hogy meginduljon a felvonulás Levél utcáin keresztül. Az idei évben több mint 60 traktorral vettek részt a találkozón, Magyarország mellett pedig ezúttal is érkeztek veterán járművekkel Szlovákiából és Ausztriából is. A legkülönfélébb traktorok vonultak fel, volt, ahol a vendégeket utánfutón szállították, hogy aztán megérkezzenek a Május 1 ligetbe. Itt lehetőség volt közelebbről is megnézni a traktorokat, vagy akár fel is lehetett rájuk ülni. A traktor találkozó mellett pedig idén sem maradhatott el a családi nap, ahol egy Interreg pályázatnak köszönhetően még színesebb programokkal várták az érdeklődőket. Minden évben megjelenik az Interreg felhívásában egy testvértelepülési pályázati lehetőség, amire tavaly szeptemberben adtunk be támogatási kérelmet, és hát örömünkre ez sikeres volt, 30.500 eurót nyertünk, és talán azt mondom, hogy az eddigieknél is nagyobb volumenben, és nem az önkormányzat költségvetéséből tudtuk most megvalósítani ezt a rendezvényt, és hát itt vannak a testvértelepüléseink, mind Felvidékről, Lekecs, mind pedig Burgerlandból, Joyce képviselői. Az esemény jó alkalmat szolgált arra, hogy a testvértelepülésekkel is elmélyítsék a kapcsolatot, ezúttal az ekecsi önkormányzat is ellátogatott Levélre. Nagyon régen járunk ide Levélre, és ez olyan kölcsönös kapcsolat köztünk, hogy a levéliek is járnak hozzánk falunapokra, vagy különféle rendezvényekre, ami az egész falut érinti. Én másodszor vagyok itt, most a traktor találkozón, és hát le vagyunk nyűgözve, 19-en jöttünk most egy kis busszal, és mindenkinek nagyon tetszik. Töltötték a palacsintát a levéli nyugdíjasok, készült a krumpligombóc, Bográcsban rotyogott az ebéd, 13 csapat vett részt ugyanis az idei fűzőversenyen. A munka mellett pedig a szórakozásra is volt lehetőség bőven. A kezes lábas játszóháznak köszönhetően maguk hajtott a biciklivel, fújtak buborékot, dobáltak labdát, vagy telefonáltak egymással a gyerekek, de bárki megismerkedhetett a kovácsmesterséggel, a kosárfonással és kirakodóvásár is volt. Nem maradhatott el az arcfestés, a csillámtetoválás és a hajfonás sem. Az egésznapos programok során aztán kiválasztották a legszebb, valamint a legöregebb traktort is, de ügyességi versenyt is szerveztek. A programok aztán egész nap folytatódtak koncertekkel, versenyekkel, majd az államalapítás és az új kenyér ünnepével.